Dániel Sándor kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréseként bátorság érdemjelet kapott Pintér Sándor belügyminisztertől. Miért is kapta ezt? Kérdeztük a tűzoltótól már a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltségen. Tavasszal családi kirándulásra indult Dániel Sándor Mátra-Verebélyi-Szentkútra. Elindultunk Kumandoras irányába, és nagyjából a volt orosz laktanya közeléből már láttam, hogy Kunmadaras belterületén erős füst száll fölfele, nagyon sötét, és látszott, hogy intenzíven ég valami. Elsőre azt gondoltam, hogy talán a volt szeméttelep éghet, de hogy közeledtem családommal, láttam, hogy az bizony nem ott van, hanem ez lakott területen van. És hát úgy gondoltam, hogy megnézem, mert a füstből láttam, hogy még ezt nem oltják. És egyrészt kíváncsi voltam, hogy mi éghet, másrészt meg hát ha kell esetleg segítség. És a tüzet megtaláltuk Kunmadaras belterületén, egy melléképület tetőszerkezete égett teljes terjedelmében, sőt az már le is omlott, cserép nem volt rajta, a földén be volt szakadva, viszont mellette volt egy főépület, ami még nem égett, fölötte az épület fölött, tehát ez egy padlásteres épület volt, és egy ablakon keresztül láttam, hogy kezd a láng befele menni. Mikor megálltam, megkérdeztem, hogy hívtak-e már tűzoltó segítséget, és megkérdeztem, hogy van-e esetleg bent valaki, van-e valaki veszélyben. Azt mondták, hogy nincs. Ekkor én bementem az udvarra, elvégeztem az áramtalanítást, ezt jelentettem telefonon keresztül a karcagi ügyeletre, és az épületbe körbenéztem, ahol az ablakon keresztül, az emeleti ablakon keresztül ömlött befele a füst, illetve a láng is. Az éghető dolgokat félrepakoltam, elraktam onnan, hogy ne legyen tűz tovább terjedése azon keresztül. Ekkor lejöttem, és kérdeztem, hogy esetleg slag vagy valami van-e nekik, a helybelieknek. Nem volt nekik. Ekkor újabb jelentést adtam a karcagi ügyeletre, hogy mit tapasztaltam, mi történt. Addigra a szomszédból egy slagot szereztek, azt a kerti csapra felszerelték, és azzal próbáltuk oltani, viszont nagyon gyenge volt a víznyomása, és a oltásra alkalmatlan volt, tehát a főépület teteje is kezdett már égni, az ablakkeret az már teljesen égett, egy-egy része már le is hullott. Ezt láttam, hogy innen nem lehet a földről megakadályozni, hogy az épület teljesen leégjen. Ekkor kérdeztem a helybelieket, hogy van esetleg kötél, madzag, valami, hogy fel tudjam húzni a slagot. Nem volt nekik. És akkor gyorsan végigfutott az agyamba, hogy mivel tudnám, és eszembe jutott, hogy mikor körbenéztem odafent, akkor találtam egy hosszabbítót, és az égő ablakon keresztül ezt engedtem le, ezt a hosszabbítót, megkértem őket, a helybelieket, hogy kössék rá a slagot. Én felhúztam, és így tudtam az ablakon kihajolva a tetőn a tűz tovább terjedését megakadályozni. Egy percig sem gondolkodott, amikor a tűzhöz ért, azonnal cselekedett, bár most a védőruha hiányát érezte a bőrén. Amikor megérkeztek a tűzoltók, aztán is segített a fecskendő vízzel való megtáplálásában a tűzcsapról. Megérkeztek a kollégák, én a szolgálatparancsnoknak átadtam az információkat, amit addig gyűjtöttem, és ezután én segítettem a fecskendő vízzel való megtáplálásában tűzcsapról, és amiben tudtam, még segítettem a kollégáknak, és mikor már a
átvették teljesen a tűzoltását, és már látszódott, hogy sikerül eloltani, akkor indultam haza, viszont a helybeliek nagyon kedvesek voltak, és megköszönték, oda jöttek, és megköszönték többen is, hogy segítettem. Amikor látta, hogy a tüzet sikerült eloltani, visszamentek Karcagra, átöltözött, és családjával folytatta az eredeti tervet rövidítve. Jó érzés volt számára, hogy szolgálaton kívül is tudott segíteni. Munkaközben gyermekei büszkék voltak rá, de felesége is izgult, mert nem akarta elhinni, hogy bement az égőházba.